Sziasztok! Mai Photoshop videómban egy népszerű eljárást fogunk ismét elsajátítani, méghozzá az arc kontúrozását, hiszen a sminkelés alapvető fortéja, ugyebár az arcformázás, és a kontúrozással még előnyesebbé formálhatjuk majd az arcunkat, vagyis a fényképünket. Lényegében a kontúrozásnak az a lényege, tehát, hogy azokat a területeket, amiket ki szeretnénk emelni, oda világosabb, úgynevezett highlightereket fogunk tenni, amit meg el szeretnénk kendőzni, oda pedig sötétebb színekkel fogunk festeni. Íme a fényképünk, létrehozunk egy üres réteget, create a new layer-t, és ezt célszerű elnevezni sötét kontúrnak. Ezen fogunk dolgozni, vagyis itt festjük azokat a részeket, amiket sötétíteni szeretnénk, vagyis elkendőzni. Kiválasztjuk az ecset eszközünket, ügyeljünk arra, hogy az átláthatatlanság az ecsetnek 100%-os legyen, a flow érték nagyjából 20%, és pipetta eszközönkkel a bőr sötétebb részéről mintát veszünk, és ezzel fogunk dolgozni. Beállítjuk a megfelelő ecset nagyságot, így. Ahány arc, annyiféle kontúrozás létezik. Ez mindenkire rábízom, hogy melyiket szeretné kiemelni, melyiket szeretné elkendőzni. Én most egy fajtát mutatok be, és a többit pedig mindenkire rábízom. Mondjuk én ezt a részt szeretném sötétíteni. Egyszerűen a sötétebb résszel húzok, vagyis átfestem. Lényegében a kontúrozásnak én csak úgy hívom, hogy háromszögelés. Nagyjából mindenhova háromszögeket festünk, mind a highlightert alkalmazva, mind pedig a sötétebb színeket. Tehát mondjuk itt is. Nem kell aggódni, hogyha mondjuk kimegy az arcból, mert majd a végén korrigálni fogunk. Érdemes akkor itt a hajas fejbőrnél is egy kicsit átfesteni, ugyanezzel a színnel, de mondjuk egy kicsit lágyabb ecsetet fogunk mi most választani, és akkor itt így átfestjük. Úgy, most válasszunk egy keményebb ecsetet. Egy kicsit kisebbre veszük, és szépen átfestjük itt az áll részt is. Hiszen ezt az arcot most az a célom, hogy egy kicsit keskenyebbé tegyük. Szebben fog mutatni. Élettel telibb lesz, hogyha kontúrokat fogunk alkalmazni ezen az oldalon is egy kicsit. És úgy csinálom mindezt, hogy az álcsúcsot azt ki fogom hagyni. Úgy. Érdemes még ide is egy kicsit festeni. És az orr két oldalán is meg fogom húzni a kontúrvonalat, hogy keskenyítsem egy kicsit az orrot. Szerintem az orr végig. Úgy. Kicsit itt. Hova kell még sötét kontúr? Esetleg úgy, hogy a szem hosszabbnak tűnjön, ide is beékelünk egy háromszöget a szem külső részéhez. Hát korán sem fest jól az alanyunk, de a vége biztos, hogy jó lesz. Ezek a sötét kontúrok. Most hozzunk létre ismét egy új réteget, hogy a highlightert
tudjuk most alkalmazni. Ez lesz a világos. Érdemes kikapcsolni most a sötét kontúrt, mert most nem foglalkozunk vele, most csak is a világossal fogjuk átfeszteni, hogy ne zavarjon. Itt is ugyanaz a technika, mint a sötétnél volt, az arc világosabb részéről mintát veszünk, mondjuk elég világos, talán itt a homlok közepe. De ha valaki nem talál elég világos részt az arcon, akkor elég csak ide menni a színválasztóhoz, és akkor itt ki lehet választani olyan színt, olyan fehérséget, amit az ember akar. Maradhat egy kicsit puhább ecsetet választok azért. Mondjuk ezt. Ecsetet nagyobb. És most is itt is lényegében ugyanaz, háromszögeket fogok végrehajtani, méghozzá itt a szem alatt. De aki akarja, visszakapcsolhatja különben a sötét kontúrt. Ide is. Fehérrel festünk. Különben ecsetet, olyat választ az ember, amit akar, amivel kényelmesebb dolgozni. Jobb szeretem a puhább ecsetet. Szemöldök között is. Szépen átfestjük. Ups. Hozunk egy karakteres vonalat az orr közepére. És lényegében itt is háromszögeket festek. Ez így megfelel. Most kapcsoljuk ki a világos kontúrt, és a sötét kontúrral fogunk foglalkozni, válasszuk ki, és a keverési módot változtassuk normálról hard lightra, egy kicsit narancssárgás lett a kontúrozásunk. Utána válasszuk ki a filter menüből a blur, Gaussian blur parancsot, és mossuk el, homályosítsuk el a sötét kontúroknak a széleit, húzzuk a csúszkát jobbra, hogy minél jobban elmosódottabbá tegyük. Nyomjuk meg az OK gombot. Még várjunk egy kicsit. Még korán sem vagyunk kész, hiszen igen narancssárga lett a kontúrozásunk, és nekünk ugye nem ez a céljunk. Egyszerűen nyomjunk egy Ctrl-U parancsot, hiszen azért narancssárga, mivel a szaturáció értéke egy kicsit magasabb, tehát lejjebb kell húznunk, hogy sötétebb legyen, mondjuk így, és a lightness-t pedig egy kicsit följebb húzhatjuk. Ez így teljesen megfelel, nyomunk egy OK gombot, és ha akarjuk, akkor a rétegünknek az átláthatatlanságát, az opacity értéket egy kicsit lejjebb is húzhatjuk. Térjünk rá a világos kontúrra. Ez elég szörnyen fest, itt is ugyanaz a technika, filter, blur, Gaussian blur, és a csúszkát elkezdem húzni, hogy a szélek szépen elmosódottabbak legyenek, vagy egy kicsit természetesnek tűnjön. Én még egy kicsit így nyomunk egy OK gombot, és persze itt is fontos, hogy a rétegünket normálról hard light-ra állítsuk. Egy kicsit magas az opacity érték, lejjebb veszem egy picit. Na, majdnem készen vagyunk. Most jön a kilógó részeknek az eltüntetése, ismert eljárás. Menjünk a sötét kontúrra, maszkoljuk le,
Ugye a fontos, hogy az előtér szín fehér legyen, választunk egy puha ecsetet, a flow érték kicsit följebb toljuk 50%-ra, az opacity-t kicsit lejjebb, az ecsetünk átláthatlanságát, és egy kicsit elkezdjük, ahol kilógnak a sötét részek, mert most ott dolgozunk. Kicsit lejjebb veszem, hogy itt egy kicsit a homlokot kiegyenlítsük. Így, és térjünk a világosra, lemaszkoljuk. Az előtér színünk fekete, és ahol egy kicsit kilóg, följebb tolom azért az opacity-t, ott egyszerűen korrigálunk. Ugye itt a szemeket szép tisztává tesszük. Úgy, lejjebb vetjük az opacity-t, ezt mindenkire rábízom, hogy ki mennyire akarja. Egy kicsit lejjebb vehetjük itt is az átláthatatlanságot. És szerintem végeztünk is, pár perces technika, de ha megtanulja az ember, akkor nagyon sok hasznát veszi, és most megnézzük, hogy milyen volt a kép, és milyen lett. Ugye ez a kontúrozás nélküli, és pár perc után ilyenné vált. Remélem tetszett ez az eljárás is. Sziasztok!